a gyermek érdeke mindenek felett. Ez egyfajta irányelve a gyermekközpontú igazságszolgáltatás programjának. Ezt az érdeket pedig megfelelően kell érvényesíteni akkor is, ha a gyermek bűncselekményt követett el, de akkor is, ha a szülők vitája miatt kerül bíróság elé. Hivatalosan 14 éves korig gyermek a gyermek, 14 és 18 év között kiskorúnak minősül. Hangzott el Szerdai 35 perc című műsorunkban. Attól félsz, amit nem ismersz ez az, amit mindenképpen meg akarunk oldani, és éppen ezért a bíróság, az országos bírósági hivatal vezetésével a törvényszékünk is minden megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek felvilágosultak legyenek a saját jogaikat illetően. Van egy nagyon fontos programunk, ez a nyitott bíróság program. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy iskola, egy osztály érdeklődik hogy mi zajlik a bíróságon, akkor felkészült bíró kollégák mennek el az iskolákba és tartanak osztályfőnöki órát. és azt kell mondjam, az a tapasztalat, hogy amikor a bíró életszerűen mondja el nekik, hogy egy füveszigit elszívni, az nem egy jó buli, hanem az már bűncselekmény, akkor még a 17 éves szakközépiskolás gyermek is megszeppenve ült, ezt 2012 óta tudják igénybe venni az oktatási intézmények. A nyíregyházi törvényszéken kialakítottak egy különleges úgynevezett gyermek meghallgató szobát is. Itt szokták meghallgatni a gyermekeket civil ruhában, kényelmes körülmények között. A gyermekkel kommunikálni az egy, az egy, teljesen önálló foglalkozás, én ezt kell, hogy mondjam, meg kell tanuljuk a gyermekeknek a nyelvét. És Pénteken volt szeptember 21-én a törvényszéken egy szakmai nap, ahol Marosi Zita és Dr. Gavallér Andrea pszichológus asszonyok voltak a meghívott vendégek, és ők maguk adtak át nekünk olyan szakmai tapasztalatot, ami segítséget nyújt nekünk is abban, hogyha gyermeket hallgatunk meg, akkor milyen irányultságúak legyenek a kérdések. Magyarország kormánya 2012-ben meghirdette a gyermekközpontú igazságszolgáltatás évét, azóta az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását.